Sok szeretettel köszöntöm a csendes percek nézőit. Ezen a mai reggelen Istennek egy új tulajdonságát szeretném bemutatni. Egy olyan jelzőt, amit mi nagyon gyakran használunk kegyelmes. Isten kegyelmes. Az egyik legismertebb evangéliumi éneknek a szövege is ezt a szót foglalja magában: Érthetetlen kegyelem, mely rég utánam járt ki tévegön, vakon, bolyongtam utakon, egyszer csak rám talált. Sokszor a kegyelmet így értelmezzük, hogy az Istennek a szeretete, a lehajlása hozzánk, a bárányt kereső pásztornak a kézmozdulata, ahogyan a szakadékból felemel, ahogyan magához ölel. Igen, ez valóban kegyelem. Vagy egy spirituália, amelyet a fekete, színes bőrű testvéreink énekelnek, hogy kegyelem, hogy Jézust ismerem, a refrénje végig csak erről szól, hogy nagyon nagy kegyelem, hogy rátalálhattam az Isten üdvözítő szeretetére az Úr Jézusban. Néhány nappal ezelőtt egy kenyában élő fiatalembernek az üzenetét, videó üzenetét kaptam meg, akit kis gyermekkora óta támogat az Evangélikus Egyház Külmissziói Egyesülete, tandéját fizeti, és segíti a családot az élelmezésben. És ez a fiatal ember 2022. május 26-án diplomát szerzett, agrármenedzser, az Agrártudományi Egyetemen végzett, és már van munkája is. És ő maga fogalmazott így, hogy Kegyelmes az Isten, hogy kiválasztott engem. Hogy abból a sok utcagyerekből, a nyomornegyedben élő, sok-sok fiatal közül Éppen engem talált meg, hogy a magyarországi pártfogók által tanulhassak és elérhessem a céljaimat. Igen, az életünknek számtalan eseményében az Isten kegyelmét ismerhetjük fel. De azért a kegyelemnek a súlya az abban van, ha rádöbbenünk arra, hogy az Isten mit engedett el nekünk. A kegyelem azt jelenti, amikor valakinek megkegyelmeznek a Szentírásban, Máté Evangémában van egy történet, amelyik ezt a címet viseli, hogy a gonosz, vagy az irgalmatlan szolga. Ugye az a szolga, akit a király hivat, és aki akkora összeggel tartozik neki, hogy képtelen kifizetni. Hogyha megnézzük ennek a összegnek a nagyságát, akkor azt lehet mondani, hogy egy palotának, Heródes palotának, a teljes palota személyzetnek az éves költségvetését fedezni az az összeg, amelyel ez az adószolga tartozik az urának. Megfizethetetlen. És a király, amikor könyörög neki a szolga, amikor ráébreszti, hogy képtelen vagyok kifizetni, elengedi ezt az adósságát. Az Isten saját magáról beszél ebben a példázatban, Jézus ezt fogalmazza meg, hogy nem tudnátok engem kifizetni, kifizethetetlen, hogy a bűntől, ennek a világnak a gonoszságából, a kárhozatból kihoztalak benneteket, elengedtem a bűnadósságát. De ugye tudjuk, hogy a történet folytatódik tovább, hogy amikor a szolgának megkegyelmeztek, észreveszi az utcán a szolgatását, aki egy elenyésző, ehhez képest elenyésző havi bérrel tartozik neki, mert kérte, És elkezdi szorongatni, és be akarja vasalni ezt az összeget. Kegyelemért pedig az Isten kegyelmet kér tőlünk is. Ez a példázat Jézus szájából bemutatja, hogy mi ilyenek vagyunk emberek. Isten megkegyelmezett nekünk, és mi erről elfeledkezünk. Hát ne feledkezzünk el, ez a mai nap. Isten kegyelmes. Emlékeztessen bennünket arra, hogy sokkal tartozunk Istennek. Mindennel tartozunk neki. Nem tudjuk megadni, csak elfogadhatjuk. Az Isten szeretete, és ez a kegyelme amely minden ember értelmet felülhalad, legyen kísérője a mai napunknak, járja át a szívünket szent lelke által. Amen.